Citera kíséretében szólt a szatmári népdal a Szent Piroska görög-katolikus általános iskolában Nyíracsádon. A Hajdú-Bihar megyei község alig több mint 10 kilométerre fekszik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határától. Az iskolában egy egyházi és civil együttműködésnek köszönhetően egy újabb közösségi teret, egy könyvtárat alakítottak ki. A diákok tanulmányaikhoz több ezernyi lexikont, tudományos és szépirodalmi kötetet kölcsönözhetnek ki és olvashatnak el. Kis András, a Hieroteusz Egyesület főtitkára azt mondta, ezzel és az ilyen jellegű fejlesztésekkel tovább erősödhetnek a régió fiatal közösségei. Az Egyesület a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel együttműködve egy 10 000 könyvet számláló könyv együttes tudott a könyvtár rendelkezésére bocsájtani, és ez egy jó együttműködés, hiszen a fenntartó pedig a polcrendszer kiépítésével, a könyvtár kiépítésével, a helységgel, illetve mindazzal a nevelési oktatási programmal, ami itt ők közvetítenek, járul hozzá a magyar fiatalság Hajdú-Bihar megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fiatalságának képzéséhez, és ezzel a régióban a közös jövőnk kialakításához. Ez a 10 000 kötet csak a harmada az állam által felajánlott mennyiségnek. További 20 000 könyv az ország másik két oktatási intézményébe kerül. A civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, a miniszterelnökség számára fontos, hogy az iskolák minél több és minél színesebb olvasnivalóval rendelkezzenek. Amit most átadunk, ez a könyvtár helyiség, ahová a miniszterelnökség közvetítésével, tehát itt mi csak közvetítő szerepet játszottunk, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőn keresztül, és egyébként a Hieroteusz Egyesületen keresztül, Kis András főtitkár úron keresztül sikerült eljuttatni 10 000 könyvet ide ebbe az iskolába. És ami nekünk egy különleges öröm volt, hiszen egyébként összességében 30 000 könyvet sikerült országosan szétosztanunk. 10 000 ide, Jászlókunszónok újabb 10 000 és Fejér megye újabb 10 000. És hát gyerekeket boldoggá tettünk, én azt gondolom, vagy bízom benne, bár a mai olvasási szokások azok eléggé eltérőek a régebbiektől, de azt gondolom, hogy találnak majd közöttük hasznos olvasnivalót. A helyettes államtitkár az eseményen beszélt arról is, hogy a civil szervezetek november 3-áig pályázhattak a Nemzeti Együttműködési Alapforrásaira. A pályázatok elbírálása már zajlik, az egyesületek és alapítványok pedig 2022. márciusában juthatnak hozzá a működést és fejlesztést segítő támogatásokhoz.